You gonna be the next Iron Man now? Well, no, I don't have time. I'm too busy doing your jobs. What? Ooh. I'm kidding. Look, keep up the good work. Because I am going on vacation. Befutott a mozikba a Pókember idegenben, ami lezárja az MCU harmadik fázisát, és nagy változásokat készít elő Peter Parker életében. Ahogy azt már megszokhattuk az MCU filmjeitől, az idegenben is tartogat jó pár utalást a korábbi filmekre, és persze a képregényekre is. A film legörömtelibb meglepetése egyértelműen J. Jonah Jameson régóta várt csatlakozása az MCU-hoz a stáblista közbeni jelenetben. Még ennél is jobb, hogy J.K. Simmons alakítja, aki eredetileg játszotta a karaktert Sam Raimi trilógiájában. Ami viszont egyértelmű különbség, hogy modernizálták J.J.J. állását, és a hírharsona már nem egy nyomtatott újság, hanem az Infowars-hoz hasonló álhírportál, hasonlóan a PS4-es játékban látott változathoz. And that's the last word for me, J. Jonah Jameson. Hiszitek vagy sem, de nem ez az első eset, hogy lelepleződik a hálószövő identitása. A képregényekben Peter saját elhatározásból fedi fel magát, ezzel támogatva a szuperhős regisztrációs törvényt a polgárháború idején. Ezért a döntésért végül nagy árat fizet, mert May néni a bosszú szomjas vezér áldozatául esik, és Peter csak úgy tudja megmenteni, hogy alkut köt Mephistóval. Végül Vasember, Mr. Fantastic és Dr. Strange segítségével olyan varázslatot bocsát a világra, ami kitörli az emberek emlékezetéből a valódi identitásának leleplezését. Valószínűtlennek tartjuk, hogy az MCU is ehhez a megoldáshoz folyamodna. Az idegenben Pókember két új kosztümjét is felvonultatja, továbbá a három korábbi MCU-s szerelését is, köztük az eredeti kézzel készített ruhájával, ami Mysterio félelmetes illúziója során jelenik meg a berlini jelenetben. Peter lopakodó ruháját a S.H.I.E.L.D. készítette, hogy ne lepleződjön le az osztálytársai előtt, és az öltözet egyben a Spider-Man Noir ruhára is visszautal mind a képregényekben, mind pedig az Irány a Pókverzum című animációs filmben. Wherever I go, the wind follows. And the wind... It smells like rain. Quentin Beck a bemutatkozásakor azt állítja, hogy egy alternatív univerzumból jött, ami miatt joggal feltételeztük, hogy a Marvel univerzum multiverzummá válik. Ugyan idővel kiderül, hogy Quentin csak kamuzott, az ősmágus korábban már megemlítette a multiverzum létezését Dr. Strange-nek. Azt is érdemes hozzátenni, hogy mindkét föld elnevezés a képregényekből származik. A 616-os föld a Marvel képregények klasszikus univerzumának helyszíne, a 833-as föld pedig a brit Spider UK otthona, aki Britannia kapitány oldalán védelmezi a multiverzumot. A film nagy fordulata felfedi, hogy Beck és csapata mind Stark egykori alkalmazottai, akik féltékenyek Peter egykori főnökükkel ápolt kapcsolatára, és dühösek, amiért Tony nem használta ki a büfiben rejlő lehetőségeket. A Peter Billingsley által alakított tudóst Obadiah Stane box zsákjaként ismertük meg, aki most 11 év után tért vissza bosszút állni a néhai Vasemberen. Amikor a repülőúton Peter végigpörgeti a filmválasztékot, akkor egy pillanatra felvillan egy epizód a Nova című tudományos dokumentumsorozatból. Lehet, hogy kicsit merész a párhuzam, de szeretnénk azt hinni, hogy a Marvel ezzel a Nova nevű kozmikus szuperhős érkezését lengette be. Ned és Betty rövid ideig, de annál intenzívebben randíznak a film ideje alatt. Ez egyértelmű kikacsintás a képregények felé, melyekben a felnőtt Betty Brant és a később vészmanóvá váló Ned Leeds egy ideig házasok voltak. Az még továbbra sem egyértelmű, hogy az MCU-s Ned a képregényes Ned megfelelője, hiszen még a vezetéknevét sem tudjuk, kinézetre és személyiségre pedig jobban emlékeztet minket Miles Morales legjobb barátjára, Genki-re. Bár a szörnyek, akikkel Beck harcol, csak illúziók, a képregényekben tényleg léteznek az elementálok. A filmbéli szörnyeket emellett Pókember olyan klasszikus ellenségei is inspirálták, mint Vízember és Olvasztár. Az idegenben többször is visszautal a márciusban bemutatott Marvel kapitányra. Nick Fury morcos lesz, amikor Peter kimondja Carol Danvers nevét, és még megemlíti a Kree alvó ügynökök földi jelenlétét is. A stáblista utáni jelenetből pedig kiderül, hogy miért, ugyanis Fury és Maria Hill valójában Carol régi barátai, az alakváltó Talos és Soren, akik helyettesítik Furyt, amíg ő valamilyen más projekten dolgozik az űrben.
Az, hogy Fury az űrben összedolgozik a Skrullokkal, elővetítheti a S.W.O.R.D. megjelenését a Marvel moziverzumban. A S.H.I.E.L.D. ezen ágazata azzal foglalkozik, hogy megvédje a Földet az űrből érkező fenyegetésektől, ami a bosszúállók végtelen háború eseményei után különösen égető feladattá vált. Nem tudtunk nem a S.H.I.E.L.D. ügynökeire gondolni, amikor megláttuk, hogy Fury egy holografikus tengerparton pihen. Ez nagyon hasonlított Coulson ügynök beépített emlékeire a Tahiti nyaralásról, amire azért volt szükség, hogy elnyomja a valódi emlékeit arról, hogy Fury Tahiti nevű projektje által jött vissza a halálból a bosszúállók eseményei után. Talán ennél nyíltabb utalást a S.H.I.E.L.D. ügynökeire már sosem fogunk kapni az MCU filmjeiben. Annak az ötletnek, hogy Fury a megtévesztés eszközeivel hiteti el, hogy ott van valahol, pedig valójában nincs, hosszú képregényes története van. Fury nem a Skrullokra támaszkodott, mivel ők sokkal gonoszabbak a képregényekben, hanem egy csapatnyi android hasonmása, akik a Life Model Decoy nevet kapták, és fontos szerepet játszottak a S.H.I.E.L.D. ügynökei korábbi évadjaiban. A filmben ugyan egyik nagyobb MCU hős sem jelenik meg Pókemberen kívül, azért tudomást vesznek a végtelen háború és a végjáték áldozatairól egy középiskolai Rájuk emlékezünk videóval. Habár mi tudjuk, hogy Amerika kapitány valójában nem halott. Említés szintjén pedig további hősök is megjelennek, például Thor vagy Dr. Strange. Pepper Potts neve pedig egy hatalmas csekken jelenik meg, amit Happy nyújt át May néni jótékonysági szervezetének. Végezetül Happy rádöbben arra, hogy nem is olyan könnyű az Amerika kapitányféle pajzsdobálás, amikor így próbálja leszerelni Mysterio drónjait. Arra is van példa a képregényekben, hogy May néni kulcsfontosságú szerepet játszik egy New York-i jótékonysági szervezet tevékenységében. Egykor egy hajléktalan szálon dolgozott egészen addig, amíg ki nem derült a Martin Lee nevű alapítóról, hogy ő valójában a bűnvezér Mr. Negatív. Később May néni vezette a Ben Parker alapítványt, amit a néhai férjéről neveztek el, és a rövid ideig gazdag iparosként tevékenykedő Peter alapította. Az idegenben az MCU korábbi filmjeihez hasonlóan nem foglalkozik Peter eredet történetével, és csak célzás szintjén jelenik meg Ben bácsi halála, ami fontos leckét tanított Peternek az erővel járó felelősségről. Azonban Ben bácsi most kapott egy diszkrét főhajtást, ugyanis Peter bőröngyén a BFP felirat látható, azaz Benjamin Franklin Parker monogramja. Happy zeneválasztása a Londonba tartó repülőúton egyértelmű kikacsintás Tony AC/DC rajongására a Vasember filmekből. Peter azt hiszi, hogy a Led Zeppelint hallgatják, ami nagyon is illik egy olyan tinihez, aki azt hiszi, hogy a bolygó neve Halál egy nagyon régi film. A Led Zeppelin egyben utalhat a Thor Ragnarök betét dalára is. Peter akármennyire is harcol az ellen, hogy belőle legyen a következő Tony Stark, a film egyik jelenetében teljesen egyértelművé válik a kettejük közötti hasonlóság. Amikor Peter a repülőn holografikus irányítópanelekkel tervezi az új ruháját, egyértelmű a visszautalás Tony első próbálkozásaira a vasember páncél elkészítésére. Ez lehet, hogy kicsit merész, de Fury egyik csúnyán néző verőemberéről, Dimitriről eszünkbe jutott, hogy talán megegyezhet azzal a képregényes karakterrel, aki a Crimson Dynamo-t viseli. Ez a változat kevésbé gonosz, mint a többség, akik összemérték az erejüket vasemberrel, és jelenleg a bosszúállók orosz változata a Winter Guard tagjai. Az idegenben vége tiszteleg a korábbi Pókember filmek előtt egy klasszikus Peter és MJ háló hintázással. Azonban csavarnak egyet a jeleneten, ugyanis ez az MJ egyáltalán nem élvezi a repkedést, ez a rész amúgy kikacsint a PS4-es játékra is, amiben Pókember ugyanazt a selfie pózt használja. Amikor Peter végigrepül a városon, hogy találkozzon MJ-vel, a háttérben látható egy reklám a következő felirattal. 1-2-3 kérdőjel. Ez látszólag egy manhattani építkezés reklámja, de elég egyértelmű kikacsintásnak tűnik a Marvel Studio rajongói számára. Gyakorlatilag megerősíti, hogy úton van a következő Pókember film, miközben arra is utal, hogy még izgalmasabb irányt vesz Peter története a harmadik fázis lezárulása után. Ha tetszett a videó, akkor csekkoljátok az idegenben spoilermentes kritikáját és spoileres kibeszélőjét is, amiben Zalus fejéből akvárium lesz, és persze iratkozzatok fel ránk. Csokolom!